Üdvözöllek! A mai videónk egy újabb különleges tiszteletben tartott madárfajról szól. A mandzsu daru, vagy más néven japán daru, a madarak osztályának daru alakúak rendjébe, azon belül a darufélék családjába tartozó faj. A család egyik leginkább veszélyeztetett faja. A mandzsu daru nevét a mandzsu népről kapta, amely a mai Kína északkeleti területein az egykori Mandzsúriában élt, és a 17. században megdöntötte a Ming dinasztiát, és megalapította a Qing dinasztiát, mely uralkodott Kína fölött egészen 1911-ig, a császárság megdöntéséig. Kiváló lovas és kiváló íjász nép volt, az ősi sztyeppei népek leszármazottja, a Tunguz népcsoportból. A mandzsu daru Japánban, Szibéria keleti és Kína északi részén költ, telelni Koreába, Kína északkeleti és Japán déli részére vonul. Természetes élőhelyei az édesvízű mocsarak, tavak, folyók és patakok környéke, valamint tengerpartok, szikes lagunák és sós mocsarak. Testhossza 150 cm. Szárnyfesztávolsága 220 és 250 cm között van, míg testtömege 7-től 10 kilóig terjed. A tojó valamivel kisebb, mint a hím. Akár 30 évig is élhet. Fejének teteje piros, innen ered az angol neve is, ami lefordítva vörös koronás daru. Nyaka és farka fekete, testének többi része az arcrésszel együtt fehér. Hegyes csőre tökéletesen alkalmazkodott a vízi élőlények elfogásához. Minden evő táplálékában megtalálható a rizs, petrezselyem, sárgarépa, vörösbimbó, mak, hajdina és különféle vízi növények. Ugyanakkor állati eredetű tápláléka halakból áll, beleértve a pontyokat és aranyhalakat, kétéltőeket, különösen szalamandrákat, csigákat, rákot, szitakötőket, kishüllőket, garnélarákot és akár kis madarakat is. A napi adagja kb. 750 g. Kinyújtott nyakkal és lábakkal repül. A hím a nász idején ugyancsak kinyújtott nyakkal, feltartott fejjel udvarol a tojónak. A tojó a földre, többnyire valamely mélyebb víz közepén épített növényi anyagból rakott kisebb halomra rakja tojásait. Általában két tojást rak, melyekből 26-34 nap múlva kelnek ki a fiókák. A fiókák tollazata barnás színű. Fészekhagyóak és nem sokkal kikelésük után követik szüleiket a mocsárba. 3 hónapos korukra lesznek röpképesek és 3-4 éves korukra válnak ivaréretté. Keleten a békesség és a szerencse egyik jelképeként tisztelik, emiatt állományai sokáig stabilak voltak. Mára azonban az életterülket jelentő mocsaras élőhelyek lecsapolása és a vadászat miatt drasztikusan csökkentek az állományai. A Természetvédelmi Világszövetség becslései alapján a faj állománya nem több, mint 2400-2700 egyed. Emiatt a vörös listán a veszélyeztetett kategóriába sorolták. A mandzsu daru Japán nemzeti szimbóluma. 2004-ben pedig a Kínai Köztársaság is hivatalos madarává választotta a fajt. Kultúrtörténeti vonatkozásai miatt a távol-keleten az uralkodók már több száz éve tartanak palotáik udvarán mandzsu darvakat. Régen rengeteg művészeti ágazatban megjelent, textíliákon, origamiban, festészet területén. A daru madár japán neve Tsuru, a mandzsu darué pedig Tanchō-tsuru. A mandzsu a Tunguz népcsoporthoz tartozik, valószínűleg köze van a Tanchō-tsuru nevéhez a japánoknál. A daruhoz társított jelentés a szerencse, a jó áldás és ezek beteljesülése. Japánban mindenki tud darut hajtogatni, olyan, mint nálunk a papírrepülő hajtogatás. Az 1000 hajtogatott daruról szól egy japán legenda, aminek a neve Senbazuru. Egy hosszú kötérre 1000 hajtogatott papírdarut fűznek fel, mert a hagyomány szerint a darumadár 1000 évig él, és ezt annyiszor ismétlik meg, ameddig csak bírják. A hagyomány szerint ez szerencsét és jó áldást hoz. Szilveszterkor például szokás, hogy darut hajtogatnak. Időben kezdik, hogy az új évre készüljön el az 1000 hajtogatott darumadár, mert ha kész, akkor szerencsés lesz a következő év. Csak hogy az 1000-es szám az elég nagy, és könnyen megunja az ember a daru hajtogatást.
vagy elkezd vágyakozni más dolgok után. Ezért a darumadárhoz kötik a vágyak beteljesülését. Ugyanakkor ez a daruhajtogatás egy kiváló fajtája a meditációnak, és azon kívül türelmet és kitartást is tanulhat vele az ember. Hasonlóan házasság előtt is kedvelt hagyománya van az ezer daru hajtogatásának, vagy akkor, ha mondjuk egy nagy vágyunk van, mint például egy betegségből való felépülés. A japán legenda szerint, ha egy beteg ember ezer darvat hajtogat, akkor a kami meggyógyítja őt. Értékeli a türelmét és kitartását a vágya iránt. A daruhajtogatással kapcsolatos leghíresebb történet Sasaki Sadako története, aki az egyik leghíresebb úgynevezett hibakusa, vagyis atombomba robbantásnak áldozatul esett személy. A hiroshimai támadás idején 2,5 éves volt, 2 kilométerre tartózkodott az epicentrumtól, és csodával határos módon, míg sokan körülötte meghaltak, Sadakon egy karcolás sem esett. Legalábbis látható karcolás nem esett, viszont 11 éves korában leukémiát diagnosztizáltak nála is, az egyik leggyakoribb rákfajtát, amely a túlélőket sújtotta, és amelyet akkoriban atombombaráknak neveztek. Szinte kivétel nélkül mindenki belehalt ebbe a betegségbe, köztük Sadako is sajnos. Sadako 14 hónapig kórházi ápolásra szorult. Egyszer, amikor a legjobb barátnője, Chizuko meglátogatta, vitt magával origami papírt, ezután Sadako elhatározta, hogy 1000 darvat fog hajtogatni. Az 500. madár után a kislány jobban érezte magát, és az orvosok úgy döntöttek, hogy hazaengedik egy rövid időre. Azonban egy hét elteltével a rosszul létei ismét előjöttek, és azokat erős fájdalmak is kísérték. Sadako a fájdalmak ellenére igyekezett megtartani jókedvét, lelki erejét, és reménykedett gyógyulásában. Sajnos nem sokkal később Sadako a családja körében örökre elaludt. Addigra 644 darvat sikerült meghajtogatnia. Munkáját osztálytársai fejezték be, valamint emlékére alakítottak egy origami klubot is. E klub tevékenykedésének köszönhetően 1958 májusára sikerült annyi pénzt összegyűjteniük, hogy Sadako tiszteletére egy emlékhelyet állítsanak Hiroshimában, nem messze az epicentrumtól. Az emlékmű a gyermekek béke emlékműveként lett híres, és a hiroshimai békeparkban található. Az origami daru pedig azóta a béke egyik jelképe is lett. Az egyik leghíresebb népi történet vagy népmese a daruról a Tsuruna Ongaeshi. Ez a történet a japán folklór történetek között is nagyon ismert a daruval, aki egy szívességet ad vissza egy férfinak. A történet így szól. Egy férfi megment egy darut, amelyet a vadászok lelőttek. Aznap este egy gyönyörű lány jelenik meg a férfi ajtajánál, és elmondja neki, hogy a felesége szeretne lenni. A férfi azt mondja neki, hogy nem elég tehetős ahhoz, hogy megadjon számára mindent, de a nő azt mondja neki, hogy egy zsák rizs elég lesz ahhoz, hogy megtöltse a gyomrukat. Nap-nap után a rizs nem fogy el, a férfi a zsákot mindig tele találja. A feleség egyszer azt mondja a férfinak, hogy elvonul az egyik szobába egy köntöst készíteni, amelyet aztán a férfi másnap eladhat a piacon, hogy több pénzük legyen. Lelkére köti, hogy semmilyen esetre se lépjen be ebbe a szobába, és ne zavarja meg őt a munkájában. 7 nap után végre előjön a feleség egy gyönyörű ruhával, de közben nagyon lesoványodott. A férfinak sikerül a ruhát nagyon magas áron eladni, így van elegendő pénzük, több is, mint amire szükségük van. A feleség visszatér a szobába, hogy készítsen még egy ruhát. Ismét mondja a férjének, hogy ne jöjjön utána. Viszont a férfi kíváncsisága eluralkodik rajta és bekukkant. Akkor döbben rá, hogy a nő valójában egy daru, és a kimonót úgy készíti, hogy a saját tollait kitép és azt szövi bele az anyagba. Amikor a daru látja, hogy a férfi kiderítette valódi kilétét, elárulja, hogy ő az a daru, akit megmentett, és azért szőtte a ruhákat, hogy segítsen neki. Mivel viszont leleplezte a kilétét, ezután nem maradhat tovább mellette. Elrepült, és soha többé nem tért vissza. A Manju daru annyira népszerű és tisztelt, hogy az 1000 jenes bankjegyen is láthatunk egy darupárt. A JAL Japan Airlines logója is egy kiterjesztett szárnyú darut formáz kamon stílusban. Mint a darufélék egyik impozáns, ugyanakkor veszélyeztetett képviselőjét gyakran tartják állatkertekben. Az európai állatkertekben nemzetközi fajmegmentési program keretében tartják nagyjából 200-250 egyedét.
Magyarországon jelenleg néhány pár található, magángyűjteményben vagy Dévaványán, valamint egy tenyészpár a Nyíregyházi állatparkban él. A Szegedi Vadasparkba 2013 őszén került egy pár a fajból, melyek a japán makákók közé költöztek. A faj tartásához hazánkban a sárga Sites bizonylat szükséges, melyről bővebb felvilágosítást a Vidékfejlesztési Minisztériumban kaphatunk. Köszönöm, hogy megnézted! Remélem érdekesnek találtad a videót. Ha igen, nyomd meg a lájkot, és ha tudsz darut hajtogatni, írd meg kommentben. Legyen szép napod!